egyszer. Yeah! Nagyon uncsi vagy. Nem mész át erre? Hát ennek a szűzösen. Jó, közben mondjátok, milyen kávét isztok. Tej, cukor. Nagyon rövidet kérek. Én is nagyon rövidet kérek. Kívül rövidek. Jó. Oké, mehet? Melyiket szűzösen? Jó. De elé neked? Nem. De sziasztok, közben ez itt az Egy Kávé, Csak Egy Kávé című műsor, a Kolokvium beszélgető műsor. A vendégem az Kónyaütő Bence és Bocsárdi Magor. Ameddig megfőzöm a kávét, addig még dzsemmeljetek egy kicsit. Szöszönjünk. Jó. Oké. Okay. Csak bele fog szólni most a kávéfőző. Nem egy baj. Kicsit nektek. Az nem baj. Akar állj neked, jó? Yeah! Yeah! Igen! Yeah! Milyen picinke, félénk és szende kis szösz. Ja, és szende kis szösz. Igen, szende kis szösz. Fekszel itt csendben, arról merengve, hogy tán. Valaki látja, szívedet bántja egymás. Észreveszik tán, hogy kurcságon, kurcságon lehet. Ekkor egy nagyobb dolog része voltál. Szendvics, spagetti, pizza vagy chips része? Minek vége? Mert most aláhúltál. Félsz egyedül lenni? Magányosan végleg. Ne aggódj komán, ne félj, nem soká megnősz. Yeah! Felnős, erős leszel, s lesz belőled egy nagy szösz. Oh yeah, 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 yeah. Ne aggódj komán, ne félj, nem soká megnősz. Oh yeah, yeah. De nincs egy golyó ember, azért nem megy, itt van golyó. Erős leszel, s lesz belőled egy nagy szösz. Oh yeah. Na, köszi! Hát, ezt ami golyó énekelik, azért nem tudjuk mi a szóval. Ez az én. Nem, én nem láttam az előadást. Az a tiéd például, adok itt van, hogyha kérsz tejet. Uf, nekem is megvan? Ebben van cukor, okay. Van tehetsz, ott a kanal alatt találtok. Nem láttam én még az előadást, tehát ma fogom megnézni. Milyen volt a tegnapi nap? Tegnapi nap? Várjál, mi volt a tegnap? Ja, várjál, volt a tegnap. A tegnap nice. Volt, megnéztem a Joriknek az előadását. Öröm és boldogság. Nem. A Joriké. Az a 3G. Igen? Megnéztem. Tudom. Mert a 3G. Ez Elizabethnek volt a szöveg, az eltűntek. Azt kirendezte. Oké. Tudod, a te tanárod volt. Tudom. Mert te mestered volt. Jó, inkább kérdeztem. Jaj, mert a 3G. Most nekem kérdeztek? Nem, beszéltük. Köszönöm csak, hogy hirtelen tudok én is kavargatni. Azt mondjátok nekem, hogy ha majd szemmel elkezdtük, hogy került be, vagy honnan jött ez a... az élő telefonos zenélés. Egyébként csak azért, mert tehát lehet, hogy valaki nem tudja, ez egy GarageBand nevű alkalmazás, ez az Apple-nak saját fejlesztése. Nem csak ezt használjuk, többet használunk. Igen, többet is használunk? Még kettő másikat is. Ja, de ezt a GarageBand-et én például nagyon szeretem, az Apple-nak ez nem fizetett promóció, de én nagyon szeretem az alkalmazást, csak amiért nagyon izgalmasnak tűnt, hogy ilyennel is dolgoztok. És honnan jött ez az ötlet, hogy bekerüljön így az előadásba? Hát, tehát jöttetek ezzel az ötlettel? Mi jöttünk. Magor? Én nem vagyok ebben biztos. Az lett, hogy bevittünk rengeteg kütyüt, mert nekünk nagyon sok. Igen. Beszereltünk mindent, hogy akkor írjunk számunkat az előadáshoz, de hangszereket szerettetek azért meg is. Igen, csak közben az is jó lett volna, hogy mobilisak legyünk, tehát tudjunk járkálni a térbe, és ne kell mindig oda visszamenjünk, hogy onnan. És akkor kezdtünk gondolkozni, hogy lehetne, és valahogy így jött, hogy... Hát, hogy telefonról vezéreljük a lehetőkat, volt egy ilyen izé, hogy ott valami, de aztán... Aztán rájöttünk, hogy milyen jó ez igazából, hogy telefonról, ha jó ki lehet hangosítani, akkor igazából, hogy kuriózni tud lenni. De ilyenkor rá vagytok kötve, keverőre, meg minden, vagy ez, hogy igen. Tehát ilyen portokkal ki vagyunk. Portokkal? Ki vagyunk hangosítani. Tehát a telefonnak a jackjéből... És ezek a zenék, ezek megírtak, vagy teljesen improvizáltak? Ja. Hát azért vannak alapjaitok, kettő, azt hiszem. Hát van, vagy van egy két kicsi lúp, amit még hozzárak. De hogy, kettő valami, ami loop. De fix mindegyik, szerkezet hozok, nem improv. Viszont fix nagyon sokat fingorálunk meg, ott nyomlunk. Volt egy... leállt a cucc? Persze, teljesen állnak az iPhone-on, amikor úgy
hogy mész, mész, hát csak feketes, Isten, és akkor úgy ez előadás közben. Azt nem ismered, de azt tudom, hogy egyszer csak kilépok. Az, mikor úgy, na nem fekete, hanem úgy megjelenik a hátteret, és nézel, wow, de jó kép. De... Ott volt. És ilyenkor mit csináltam? Csendesen bólogatom, megfelek, golyó, ameddig várja, hogy na, kérem, belépjünk, és addig van egy ilyen. De ez többször előfordul? Tehát akkor nem megbízhatta az én alapvetően a technikát? Az én telefonom már nem, nem a régi. Vagyis nagyon, most már a régi. Az te eset, hogy ötöt használ? Eset. Pedig az jó telefon. Hát csak nem bírja vele a történetet. És te, Bence, zenélsz ma. És milyen lesz? Jó. Hogy készülsz? Hát reggel, hogy ugye, mert ugye már az Apple-nél tartunk, akkor reggel kinyitottam a kis performance MacBookomat, és azt írt a 100%-on az aksi is kikapcsolt. Tényleg? Igen. De meghalt a géped? Hát most így Gyergyóban jól érezte magát, Szentgyörgyön. Szentgyörgyön a diarrhea rájött, vagy hogy mondják, elég szépen. Komolyan. De menni fog, jó lesz, aztán kipróbáltam, énekel. De adunk gépbe, de mondjuk az anyagot. Szóval szépen énekel. És te magor? Én. Szempolöztök a héten még. Ja, ez így van. Mikor van? Szombaton. Szombaton. Arra is fel vagytok készülve? Persze. Ez a rengeteg Szempő koncert, ami idén volt. Mennyi volt idén? Hát volt ugye egy, amit kettőnek számolunk, igen. Mert? Hát csak. Hát csak, hogy teljenek számolunk. De nagyon öt, kb. 4-5 volt összesen. Ugyanennyi posztunk van a Facebookon, és mindenki megkértük, hogy mindjárt posztolunk valami. És mindig bocsánatot kérünk, hogy jó, na arra megint nem posztoltunk, de ezután minden más lesz. És akkor így megint eljött, két hónap. Ezt szoktam látni. Nem posztolunk egyet, hogy most már minden más. Egy kicsit elhanyagoltuk. Két koncertetek volt idén? Nem, négy vagy öt. Négy. Most csak nyáron. Nem nagyon tudtunk várni. Vissza is kellett mondani. Azért, mert nem tudtátok összehozni? Vagy? Nem is tudtunk vállalni egy párat, de mi se tettünk semmi erőfeszítés, már jó ideje. Kicsit így ilyen pauzban van a zenekar. De... De azért, mert nagyon szét vagytok széledve, vagy nagyon... Á, igen, és kicsit mindenki, szét mindenféle csinálás, kicsit úgy, igen, úgy... Nem vagytok elég motiváltak? Nem, nem, nem. De valamit meséltél valamelyik nap, hogy most változnak emberek is a szempontból? Vagy volt ilyen? Én nem voltam. Lehet, hogy akkor én Árunka, Árunka katolikus volt, de most már jövő, múlt héttől református lett. Ő nagyon megváltozott a dobos. Ez nem, esőszön megvált, csak úgy mondtam. Csak akkor változnak az emberek már. Nem, azt hittem, hogy lehet, hogy más. Jó, azt hittem, hogy tal. De hogy... Te akkor most teljes felállásba jöztök például? Igen. Jaj, te azt értetted az réghez képest, hogy, jaj, hogy hangosítom változod, az már két éve. Ja, hangosítom. És hogy Fekete Zsolt dobol velünk. Visszadobol. Azt tudom, azt még. Ennyi, azt tehát hogy nem amúgy nagy változás nincsen. Jaj, értem. Nincsenek. Béla vagyok, ott játsztok itt? Ezt tudom, hogy mindig olyan kényes, azért kérdem meg. Ez mindig. Hát? Ha a nagy a nyomás, akkor meg lehet. Eljátsszuk, nem, mert mindig így ízelszik, hogy eljátsszuk. Hogy dolgozzátok ezt fel, hogy azért a szempont nagyjából a Béla miatt ismerik? Szomorú. Ez egy kicsit elvét. De nem is ti írtátok. Tehát erre nem számítottatok, nem, nem amikor írtátok? Nem úgy értem, hanem jó, de hogy nem számítottatok erre, amikor írtátok? Te, az milyen jó volt, mikor felraktuk a YouTube-ra, fogadtunk, azt hogy éleszik. Mekkora lesz a nézettsége egy év múlva, és valaki azt mondta, 30 ezer. Volt, aki 50-et mondott, volt egy nagyon bátor, aki 50-et, azt hiszem, hogy mondtam, hogy 60-es, magur azt mondta, 80 ezer. És mennyi megnézettség? Hát egy év után lett 1 millió valamennyi, tehát hogy ahhoz képest, hogy így túlítottuk. Hogy éreztük azért van valami, tehát valami volt benne egy ilyen virágyalmas cucc, amit... De mitől? Hát maga a szöveg elég olyan, hogy egy már alapból is ismerik gyerekek. Jó, hát egy gyerekjáték. Igen, gyereket. A de hogy fülbe mászol, mert egyszerű, és van hozzá koreográfia, és ezek mindig mennek az ilyen koreográfiás dolgok. Most sok óvoda? Van benne egy ilyen... Van Gyergyóban óvoda, hogy el lehetne hozni őket esetleg a koncertünkre? Az óvoda, hát hogy legyen érett közönségünk, úgy értem ez a számhoz. Nem a Béla vagyok. De miért a Béla vagyok nem óvodás voltam? Tehát te lehet, hogy ti annak érzitek, de alapvetően nem. Nem, mi az óvodások érzik a magukénak. Ez nem igaz, mert én például a diákaimmal a táborban ezt a Béla vagyós mondókát, ezt nagyon sokat használtuk és nagyon élvezték. Tehát hogy azért gondolom, hogy a középiskolás korosztály ezt élvezi. Persze. Imádjuk. Nem, nincs baj vele. Ez mint a cukrot. Na jó, hát nem, én nem erőltettem a Béla vagyokat, csak ezért kérdeztem, hogy ezzel hogy vagytok, mert tudom, hogy ez igen kényes lett nektek, hogy egyszer csak... Nem, hirtelen nem tudtunk mit kezdeni azzal, hogy a zenénk addig egy ilyen perem valami volt, amit
úgymond Enderman vagy. De ettől a zenétek még mindig perelt. Most is az csak... Ezt akartam mondani, hogy a zenénk az, az csak van egy ilyen szám. Hát igen, csak hirtelen egy olyan közeghez jutott el, ami... nek a többi számunkhoz nem sok köze van szerintem. És tudod, hogy meg volt a többi számunk hallgatottság? De ezt sehol se. Tényleg? Igen, nem. Mert egy kicsit. De nem, amúgy nem, tényleg nem. Tehát én pont erre gondoltam, hogy pont azzal, hogy lett egy ilyen slágeretek. Wow, vagy még mit csináltak ezek a srácok? Konyan, ú, de izgalmas ez a... Most csak izé. És ti most új dologkal fog dolgoztok? Nem, nincs időtök rá. Nincs, de viszont most nagyon már nagyon, legalább 5 éve szeretnénk felvenni a régieket. Várjál. És az a baj, azóta mindig egyre több új is van. Lefejeltük. Fel kéne vegyünk fel 20 számot, hogy zéróba jöjjünk. Igen, valójában. De lefejeltük a hitvallásunkat a múltkor Kolozsváron. Koncerteztünk, és tényleg már úgy tudod, azért őszintén elég rég ugyanazt játsszuk, csak cserélgetjük, de hogy azért bekerül egy-egy új szám, de hogy nincs egy ilyen új izé. Na de Kolozsváron megfejeltük a dolgot, mert van egy agypénis számunk, így kiszabad mondani, ugye ebben a műsorban. Agyfasz számunk, ami így nagyon fura. És... Nem, semmi baj, Márton Lóri még gecizett. A kalapén? Nem. Gyerekbarátok vagyunk, de nem sípolom ki. Jó. Nem. És na, ott egy kicsit alternatívkodtunk, ami jó volt. Jó. Két nap alatt írtunk egy 4 új számot, és játszottunk. Az egyiket konkrétan ott maga, helyben, ott helyben, fél órában a koncert előtt még mondta, hogy B, csak C, és ott ezt kell, és ott a dobban majd gyere így, és ott majd jövünk, és akkor ott hagyta egy tízézés. De ti szeretitek az ilyet? Persze. Igen, amúgy igen. Tehát, igen. Ez, nálatok nem furcsa, vagy... Igen, általában, ha nem írunk új számot, akkor is kicsit olyan, mint... Például a Movie Fesztiválon tudom, hogy... van egy emlékem, ami eszembe jutott, volt a Movie az a filmfesztiválban, hogy ott a lovakteremben írtunk egy számot. Jó, nagyon remélsz. Vagyis én akkor vettem azt a kicsi billentyűt, és a Cigányos című számnal ott született meg a dallama, ott fent. Tényleg? Unatkoztam, vagy valami ott volt, ott hangosítottunk, megint a 7,5 órás hangosítást sem ment, fent ott pötyögtem, és az. Szóval, hogy itt Erdőben szerettek zenélni. Tényleg voltatok Movie-n, az most is... Kétszer voltunk. Egyszerre egy ládasörért, és másodszor egy másik ládasörért. És pont azt mondtuk, hogy azok voltak a legjobb. Azok ilyen koncert a legjobb. De hát ez a pont egy olyan közeg is volt, amit kifejezetten szerettem. Szemmel kapcsolatosan akartam kérdezni, hogy ti az előadásban csak zenészként fordultok meg? Hát, fordulunk. Nem forogtok zenészként? Én egyszer megfordulok cipészként, de hogy... Tehát játszottok az eladásban, vagy csak zenét? Látszunk. Játszotok? Játszunk. De tudtam, hogy veletek nem lehet kóra csinálni, ennek örültem. Te is látszottsz a videóban? Jaj, de jó. Úgy van, hogy az a kamera titeket vesz, az engem vesz, és az mindannyiunkat. És ez hogy vágja? Azt úgy, hogy Gábor utána leül a livingbe, veszi az laptopját, és akkor összevágja. Tehát ezek nem, nincsen vágógép, nincsen stúdió, én mindent egyedül csinálok. Szegény Gábor. Nem, én szeretem ezt csinálni. Kifejezetten egyre jobban kezdem megszeretni ezt a dolgot. Ja. És mindig akartam valahogy YouTube-ra csinálni valami műsort, és akkor ezt és kapom. Amikor lejár a kolokvium, akkor is fogod csinálni? Heti egyszer? Ki kérdezte ezt? Azt hiszem Szekrényes Lacék kérdezték ezt, hogy de akkor ez van kolokvium után is, mondom. Mert még nem is gondolkodtam. Legyél ilyen vlogger. És gyárjad, igazából azt lehetne, hogy mindig más máshol. Fesztiválokra mindig majd. Fesztiválok? Igen. Ha meddig a Szempollers akkor. Jó. Ott a közönség. Igen, és akkor mindig tűnálni kell műsorban. Jó, de ezek sok nem, sok műsorod, akkor nem lesz az a... Hát még az a kettő hozzájön, ugye. Hévi kettőt biztos. Nézd, egy fény, hopp. Te itt leszel még végig a kolokviumon? Vagy csak most hozom, és aztán visszajösszom. Ja, te ma este zenész, és holnap már mész is vissza. Én holnap megyek, mert holnap koncertezünk. Ja, tényleg holnap koncertezünk el tudsz ennyi? Nem, a Szempőleg van, másik formációnk is nekünk. Na, erről is meséltek. Jó, még van kettő, ami tök egyforma. Az egyiket úgy hívják Prezeng, abban vagyok én, Magor és Fekete Zsolt, és a másiknak mi a neve? Zemp. Zemp. Mi volt az elsőnek a neve? Prezeng. Ez ilyen Prezeng. Kortárs név, tudod, a presence, mint jelenlét, a zengés és a... És érted? Az előzönge, tudod? Értem, és van a zeng. Igen. Nem, van a zemp, az egy, zemp, az egy másik. Az a Szempőnek a közepe, ez egy kicsit olyan, mint... Abba csak kettő vagytok. Nem, abba a Ferenc Áron. Az olyan, mint a Szempő dobosa. És ez miben különbözik, mondjuk? A zemp az kicsit diszkós. Ezek nagyobb elhagymenése? A zemp az diszkós, és improvizált.
És a prezeng az nem diszkós és improvizált. Tehát az ilyen kísérleti, olyan, hogy kell ülni a sötétben. Igen, és tekergetős, ilyen mondják, lirikus valami. Meg ez lehet hívni egyszer. Ilyen művészene. Igen? Azt igen, igen. Teljes mértékben. Ilyen így csinálj, magad így húzás. Mindig azon gondolkozok ilyenkor, hogy ti ezeket ti komolyan gondoljátok, mert hogy mindig úgy meséltek róla, hogy, hogy mintha egy nagyon nagy marhaság lenne, de mégis úgy csináljátok, mintha nagyon komoly lenne. Nem tudom, mi soha ilyenkor eldönteni, hogy ti ezeket komolyan gondoljátok, vagy csak ezek ilyen nagyon durva agymenések, amik néha rátok jönnek. Az a baj igazából, hogy ez így elmondva, mivel kicsit ugye mindenki önironikus, akkor mi is önironikusak vagyunk, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy ilyen jaj, a prezeng az egy ilyen nyálas művészenek, de közben én benne, szóval komolyan szeretjük csinálni, jó, tehát nem poénból csináljuk, hogy ilyesmi, nem sem fricsi. Poénból semmiképp. És ez a prezengel sincs így? Igen, nem, nincs. Hát főleg arról beszélt. Ja, és a zemp is ugyanez? Zemp az, azért az egyszerű alkalom. Az egyetlen egyszer léptünk fel, csak... Jó, de most ezzel próbáltok meg ilyenek? Nem. Tehát ez totál improvizáció? A zemp az az. A prezeng az meg 80%-ban improvizáció. Most újabban, mert régen volt egy pár számunk, de most már nincs. Sajnos, hogy volt? Nem tudom, én sem tudom, senki sem tudom. Szóval, oké. Jó, hát akkor neked, nektek jó előadás. És te elmesélsz valamit? Mit meséljek nektek? Nincs amiről mesélje. Jó előadást kívánok nektek másére, jó bulit, Benci, és jó szempont. Jó, köszönjük. Mikor lesz a szempont, még egy percet bejöhetünk a műsorodba? Igen, de akkor nem ti, hanem a többiek. Oh. Mert akkor úgy is lenne. Nem lehet, hogy itt vagyunk. Mindig ti vagytok primplámba, szerintem a többi része kevésbé. De nekem van egy jó ötletem. Én mondok neked valamit. Vegyünk itt mi. És jöjjenek be a többiek. Tehát miközben ültök, egyszer csak így bejöttek. Ránk ülnek a többiek. Jó. Jó. Jó, ezt van. Ránk ülnek? Igen. Áron, vagy bejönnek, és mi ülünk rájuk. Áron, Zsolt, ránk ülnek. Jó, hívtok így egy órát? Nem, egy percet, mert utána mi kimegyünk. Ja, jó. Jó. De akkor de az fel kell állni. Igaz, akkor nem. Jó, valahogy kitalálunk oda, jó? Hát átgondoljuk szombat. Mennyit tudsz vágni ebből? Nem vágunk vele a műsorból. Sose vágok ki a műsorból, semmi. Tehát így, ahogy van, ezt most vállalnotok. Pedig én leszoktam a cikiről másfél éves, ez pedig... Ez egy vicc volt. Mit? Hát leszoktam a cikiről. Köszönjük szépen! Igazból leszoktam a cigiről, ezt el szeretném mondani, másfél éve mindjárt, és ennyit akarom. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük, iratkozzatok fel, ott, lent, fel, nem tudom, ilyenek. Na, hello! Köszönjük. Azt hittem, ez élőben megy valahová. Nem.